Sziasztok! Mai napon a gördeszkán való helybemaradást fogom gyakorolni Konival. Az is lehet, hogy még meg se fogom mozdítani a deszkát, majd meglátjuk. A lényeg, hogy stabilan üljön ezen a deszkán, hogy akár a következő tréninggel már tudjam mondtatni. Konor, gyere ne piszkálj! Gyere! Gyere! Szuper! Ajtas! Gyere ide! Gyere fölülünk! Segítés. Okos! Szuper! És nem ejtettem volna ki a tápot, még össze is jött volna. Na gyere! Ezt főtesszük. Úgy. Ül. Okos. Jó. Ül. Cuki. Ül. Okos. És nem kell figyelni, hogy el ne ejtsem a tápot. Ül. Ez az. Okos vagy. Ül. Jó, megfogom a kötelet, mint ahogy fogom is, és ülök el, nekem maradni a ül. Szuper! Na, első fázis kipa, emlék, tápér. Megpróbálom egy kicsit elfogni. No, visszajöttem a kajával, újra ráültettem Konit. Ez az ül. Figyelek rá, hogy ne ejtsek el megint egyet se. Szuper! Ül a Koni, új, kakos vagy. Mindkét kezemben van kaja. Ne fókuszáljon egyikre kifejezetten, ne induljon meg azért, ha húzom a kötelet. Szuper, és kicsit megmozdítom, hopsz, lecsúsztunk róla. Kezdjük előről, Koni! Gyere! Gyere föl, atyaj! Gyere föl, a deszkára, gyere ide! Hopp, hopp, deszka! Úgy, ül! Föl minden! Az az okos! Jó! Ül! Meghúzzuk, jó, fönnmaradt rajta, már kapja is a kaját. Jó, ül. Jó, és megkapja is a kaját. Ül, szuper. Ül. Lecsúsztak a lábai, visszavezetem. Koni! Azt én fogom húzni, nem? De kell. Hú. Na mi van? Ennyi volt mára? Na, úgy látszik, valaki sztrájkol máma, száraz táp már nem elég jó neki, vagy nem elég éhes, vagy éppen már minden az egészet. Helybemaradással a deszkán elég sok idő elment. Gyere ide, Koni! Gyere! Lehet, hogy ez egy picit már sok neki. Az az ül. És minden egy lába fönn van. Szuper! Jó, mára csak ennyit bírt a kis agya. Jó gyakorlás nektek! Sziasztok!